Az elmúlt évben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. Az emlékév alkalmából számos rendezvényen emlékeztek meg a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjáról. A rendezvénysorozathoz különleges produkcióval csatlakozott a Színház és Filmművészeti Egyetem és a Zeneművészeti Egyetem. A 2017-es év a költő halálának és Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója is volt, de a magyar kultúra két óriását nem csak az évszámok kötik össze. Kodály adta közre aranydallam gyűjteményét, és annak ellenére, hogy mindössze két aranyverset zenésített meg, számos népballadát emelt át a művészi zene világába, és bennük ott rejlik Arany János hatása. Ezekből nyújtott válogatást az Est. A balladákat a Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves színész hallgatói tolmácsolták, osztályfőnökük Hegedűs D. Géza rendezésében és Itzés Mihály összeállításában. Figyeltek arra kifejezetten, hogy összerímeljenek a dalok a balladákkal, mert ezek is a dalok is balladák, és hasonló karakterűek vannak egymás után rakva folyamatosan, és ez az énekesek számára is, meg számunkra is egy nagyon jó feladat akusztikailag megválogatni a karaktereket, és megjeleníteni külön-külön, és szerintem a nézők számára is nagyon jó lehet ezt végighallgatni, hogy váltakoznak mind a történelmi képekben, mind a népi balladákban ezek a különböző színek. Az Est premierjét november elején tartották a Zeneakadémia Solti György termében, de az alkotók január elején turnéra indultak a produkcióval. Az első állomás Kecskemét volt, ezt követte Nyíregyháza, a jövő héten pedig Szegeden lépnek majd fel. A közreműködők szerint a két egyetem együttműködése több szempontból is gyümölcsöző. Ez nagyon izgalmas volt mindannyiunknak, mert annyira bezártan dolgozunk az egyetemen, tényleg csak az osztállyal, még nagyon más osztállyal se dolgoztunk az egyetemen, hogy az, hogy még hogy más egyetemről dolgozunk új emberekkel, az mindig nagyon jó, meg izgalmas, meg jó megismerni őket is. A Ballada Est a műsort összeállító Itzés Mihálynak, a rendező Hegedűs D. Gézának, az előadóknak és a neves grafikus művész Budai György vetített képeinek köszönhetően igazi összművészeti élményt nyújtott a nyíregyházi közönségnek.